Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV, vagy Viva Natura televízió kedves nézőit. Önök a Parapercek trilógiának harmadik részét látja dr. Egeli Gyuri barátommal, és nem kevesebbet szeretnénk most itt elmondani nektek, önöknek, hogy ezek a távoli civilizációk, az univerzum szomszédaink, az univerzumban lakó szomszédaink hosszú évszázadok óta próbálnak velünk kapcsolatot felvenni. Nem csak a gabonakörökről szeretném ma beszélni, hanem azokról a technikákról, technológiákról, amit például a perui építészetben, vagy az egyiptomi építészetben fellelhetők, és a mai napig nem tudjuk reprodukálni, vagy megmagyarázni, hogy hogy működnek. És mielőtt elkezdenénk a gabonakörökről beszélni, és milyen módon lehet bizonyítani azt, hogy ezek nem ember által készített taposó emberek remek művei, hanem igenis egy idegen civilizáció üzenetei. Egy gondolatot szeretnék elmondani önöknek, már többször beszéltünk itt az adásban, kimatikáról. A kimatikus fényképezés, a kimatikus effektus arról szól, hogy egy óriási nagy vaslemezt arról egy nagy teljesítményű hangszóróval megrezegtetünk. Egy kis kaolin port szórunk erre a lemezre, majd mindjárt mutatunk ilyen képeket is, és mindenféle szabályos gabonakörökre emlékeztető formákat látunk, tehát a hang és a szimbólum összefüggése tökéletesen követhető ezeken a példákon, és ugyanakkor a gabonaköröket hosszú évtizedek óta figyeljük, tagadjuk, igazából nagyon sok ember már tudja, hogy ezek nem véletlenszerű képződmények, nem tudjuk visszafejteni, még nem találtuk meg azt a hangkódot, rezgést, amivel esetleg értelmes információkat tudnánk hallgatni ezekből a képekből. Ugyanakkor az univerzumban mindenféle képeket és hangokat kiküldünk, de vegyük már tudomásul, hogy az egységes nyelv a világegyetemben azok a szimbólumok nyelvei. Ilyen szimbólumokkal kommunikálunk mi is nagyon sok mindenben egymással, az én kockás ingemmel, vagy bármiféle szimbólummal, a szívecskével, akármivel, ami mögé információt lehetett betenni, és igazából ez az egy gondolatom volt ezzel kapcsolatosan, hogyha megfejtenénk a szimbólumok nyelvét, akkor lehet, hogy azokat az üzeneteket is le tudnánk fordítani emberi nyelvre, amivel üzennek ezek a szimbólumok nekünk. Neked mi volt az első megtapasztalásod ezekkel a szimbólumokkal? Nagyon sokat tudom, hogy Székesfehérvár kezdve rengeteg helyre oda mentél, megnézted, vitted a kis kütyüket, amik rezegtek. Mi volt neked a bizonyíték arra, hogy ez nem emberi kéz alkotta dolgok? Az igazi bizonyíték szerintem az, hogy már másként hajlanak meg így az igazi gabonakörökben a gabonaszárak, mint amikor ilyen úgynevezett szkeptikusok, taposó emberek deszkával direkt letapossák, ugye. Mindig az olajipar föntart olyan embereket, akik diszkreditálják a találmányokat. Én azt sejtem, hogy itt is az ő legfontosabb érdekük, hogy ezekről a dolgokról mi ne tudjunk semmit, mert akkor azonnal a második kérdés, hogy jó, de hát akkor milyen technológiával jutnak ide, és nekünk miért kell kormolni, meg füstöt okádni a mi technológiánkkal, miért nincsen nekünk ilyenünk? És ezt a kérdést nagyon nem szeretnék, hogyha föltennénk. Miért csak kormányokkal kommunikálnak ezek az UFO fiúk? Miért nem felelős gondolkodású tudósokat találnak meg? Ez annyiszor már felvetődött bennem, hogy miért így van a kommunikációjuk. Én azt gondolom, hogy attól félnek, hogy a felelős gondolkodású tudósoknak, hogyha elmondanák, hogy milyen technikák vannak az ő birtokukban, akkor ebből megint csak valahogy haditechnika lenne. Ismered azt a orosz viccet, hogy Nikolaj Nikolajevics a tulai szamovár gyárba szeretne már végre egyszer egy szamovárt, amikor nyugdíjba megy, és akkor tanácsolja neki a szakszervezet, miután hát kiderül, hogy csak nem sikerült nekik, mert exportra megy minden, hogy rakjon, lopjon el alkatrészeket,
és rakja össze otthon, és akkor erre azt mondja, hogy hát igen, 30 éven át ezt mindig próbálom, de csak géppuska jön ki belőle. Hát itt is az a probléma, hogyha átadnák ezeket a technikákat, akkor ebből valahogy géppuska jön neki, de így kommunikálnak velünk és mindenkivel, hogy kérem szépen, van egy olyan technológia, egyrészt mi vagyunk, tudjuk, hogy ti vagytok, van olyan technológia, amivel messziről akár a növényeket is befolyásolni tudjuk, mi értelmes lények vagyunk, és tudjuk, hogy valamennyire ti is azok vagytok, és próbáljatok már észhez térni, és a tehetségeteket ne arra használjátok föl, hogy a természetet teszitek tönkre, meg egymással háborúztok, vagyunk itt mi, és jönnénk, és segítenénk, és átadnánk a technológiát. Ha nem lennétek ennyire bugrisok, akkor csatlakozhatnátok a galaktikus klubhoz. Oda a belépés, csak a béke, csak a természet, a teremtett természet védelme, ez a minimum. Tehát egy jobb angol klubba is minimális feltételeket teljesíteni kell. A galaktikus klubba is van belépési, erkölcsi minimum. Ezt mi nem ütjük meg. Ez a fő üzenete ezeknek addig az ábráknak. Innen a kőbaltásnak nincs lehetősége meghódítani az univerzumot, amíg mindenhol a bankfiókokat akar létesíteni, és gyarmatokat akar létesíteni. Mert bárhol betettük a lábunkat, nézzük meg a történelmünket, folyamatosan embergyilkoló, brutális állatmódjára viselkedtünk, vagy a vallás nevében, vagy az, hogy életteret kell növelni, de ez a fajta attitűd, ahogy mi élünk és gondolkodunk, ez nem exportálható. Ezek a gabonakörök, majd látni fogjuk, hogy nem csak gabonában, hanem mindenben megjelennek ezek az ábrák. Egy jel a publikumnak, mert tudják, hogy a kormányok hazudoznak, és mindent letagadnak. Így közvetlenül üzennek nekünk, ugyanis tőlünk megtagadták azt a lehetőséget, hogy például vagy longitudinális hullámokkal, vagy torziós hullámokkal mi magunk hallgassuk a Szabad Európát, mint az 50-es években, mert más típusú rádiójelek is vannak, azokat mind utólag kiírtották a fizika könyvekből, én még elcsíptem egy-két cikket, ahol megismételtek Tesla-féle longitudinális hullámokat. Ezt a kis buta VNTV nézőknek azért magyar, egyszer elmagyarázod ezt. Igen. A longitudinális, de most mondd el még egyszer meg. Tehát a mobiltelefonunk, rádió, tévé, minden transzverzális elektromágneses. Tehát csillapodó hullám, úgy hívjuk. Nem csak csillapodó, megy a hullám, az elektromágneses hullám ilyen irányba, és arra merőlegesen rezeg maga a hullám. Tehát ez olyan, mint amikor egy követ bedobunk egy pocsolyába, terjed kifelé, de a hullámok föl-le mennek. Na most, miért érdekes ez? Ezt a legkönnyebb megcsinálni, és ez megy a leglassabban az éterben. Ezért mi, hát a napsugarak is 8 perc alatt érnek ide, de ezért mi a nagy gázbolygókkal már nem nagyon tudnánk kommunikálni, mert oda egy óra lenne, míg a hogy vagy Józsi, jól vagyok Józsi beszélgetés, az 2 óra lenne, de más a galaxisok távolabbi részére, más naprendszerekhez évek alatt érnének el nagyon gyenge térerősségbe, míg a longitudinális hullám az úgy működik, hogy megütsz valamit, mint a hang, és akkor a hullám terjedésének az irányába a rezeg nem arra merőlegesen, mint az eddigi, hanem abban az irányba ez sokkal gyorsabban terjed, mint a fény, ami transzverzális hullám, és
és gyakorlatilag azonnal és végtelen sebességgel megy viszont a torziós hullám, a telepátiának ez a vivő hulláma például. Az meg mindenem még át is megy. Tehát a tenger alattjáróból lehet kommunikálni, vagy lehetne ilyen módon kommunikálni. És a tahionok? Erről van szó, a fotonokat, ami gyorsabban megy a fénynél, azt tahionnak kéne nevezni. Anyagtalan nagyon gyors, ugye úgy kell fordítani ezt? Igen, nagyon gyors. Ezzel lehetne. Ezt nem engedik az akadémiák, a folyóirat szerkesztők, meg nem pártolnák a mindenféle kutatóintézet igazgató. És amikor van egy műholdunk a Marsnál, akkor ezzel a módszerrel kommunikálnak vele? Nem hiszem, az még a fénysebességes módszer. Nem engedik ezt ki. Elképzelhető, hogy tenger alatti járók katonai kommunikációnál. Szolítanakkal dolgoznak. A szoliton az csak a hullám típusa, de hogy longitudinális. Az elképzelhető, az még így kontroll alatt tartható, mert 30 évvel ezelőtt, amikor még az internet a gyerekkorát élte, még voltak ilyen cikkek, amatőr kutatók föltették, azóta ezeket mind kitörölték. És nem engedik meg újabb folyóirat cikkekbe leírni ezeket, látszik, hogy törlik őket. Azt meg, hogy hát hogy van az, hogy a mechanikában van csavaró hullám, az elektrodinamikában nincs. Ugye beszéltünk arról, hogy az elektrodinamikából a forgást, a szögsebességet kiirtották, ezért nem értjük a telepátiát, ezért nem értjük a biológiának a lényegét sem. De ezekkel a hullámokkal rákapcsolódhatnánk a galaktikus internetre, a galaktikus szabadalmi hivatalba, és akkor nézhetnénk, hogy milyen találmányok vannak, meg az ottani mozikat is nézhetnénk. Nagy ugrás lenne, de ez itt be van tiltva a kormányaink és a kormányaink által, vagy a háttérből irányított kormányok nem engedik, hogy ezeket a technológiákat a hétköznapi ember a birtokba vegye, de túljárnak ezeken az eszeken, ugye, és időnként hát ilyen a gabonatáblákba, de kukoricatáblába, sőt, láttam Lengyelországban van egy olyan erdő, ahol így lefektették a fákat. Azok mind úgy nőnek, hogy ilyen 30 fokos szögben. Tehát ott is megcsinálták. Aztán majd mutatunk a nézőknek dokumentumfilmeket, ahol lehet látni, hogy ez hóba van, de lábnyomok nincsenek a környéken. Nem tapickolták össze, tehát nem ilyen deszkás emberek nyomták le. Ezen kívül hát teljesen más a gabona száraknak a... Nem megtörve van, hanem egy érdekes módon egy ilyen biológiai képződménnyel, mint hogyha elhajlik, legóval össze lenne csatolva az egész dolog. Meg ami legérdekesebb volt a számomra, hogy ezeket a gabonaköröket, mikor learatják, egy év múlva még ugyanott van a lenyomata, tehát fölülről figyeled, és még mindig látod, hogy elsötétedett az a talaj, vagy bármiféle. De amikor te mértél, föl is hívtál akkor valahonnan, hogy vittél valamilyen kütyüt, és ott kattogott neked. Tehát az, hogy sugárzást is tudtál mérni, magasabb térerősség ott működött. Mágneses térerősség más volt, tehát valahogy át. Rossz ez a szó, mert a szótárunkba ez a forgó mágnesesség hiányzik, ezért én biomágnesességnek szoktam nevezni jobb híján, de más típusú elektromágneses terek is vannak, amelyek a biológiában nagyon fontosak, ezért ragad ide a homlokcsakránkra, mit tudom én, egy sárga rész pénzérme, vagy akiknek ez nagyon jól megy, üvegből egy hamutartó,
könyvek, gyufás kapuja. Tíz éve csináltam olyan filmet, hogy fölragasztottam ide, és két így beszélgettünk. Igen, részben készültek. Pár éve nézők vissza tudják nézni. Vissza tudják nézni. Na, az a VNTV csatorna, ez egy jó kis hír. Ugye látjátok, ez a kis virág formájú ez a VNTV, de van egy olyan csatornánk, ami 4 évig működött, mert 11 évesek vagyunk, ahol egy nagy zöld pacniba van bérve a VNTV, na ott találjátok meg ezeket az ősi filmeket, keresni kell YouTube-on, mert ott se egyszerűen mindent megtalálni. Térjünk vissza erre a kis tudásunkhoz, tehát sokak számára egyértelművé vált, hogy ezek az ősi civilizációk, ezek már nem most, hanem jóval korábban is itt voltak már, és akkor az ókorban, a prehisztorikus időkben látjuk a barlangrajzoktól kezdve mindenütt, hogy itt űrhajók és mindenféle idegen lények repkedtek, és kicsit most az egyiptomi világba megyünk bele, ahol olyan illesztéseket végeztek gránit tömbökön, amit ma nem tudunk elvégezni. Mi volt szerinted akkor ezeknek az idegeneknek a szándéka? Akkor már ide közéjük mertek jönni, mert akkor egyértelmű volt, hogy nem csak itt távolról, hanem a tudást átadták, tudástranszfer volt. És azzal a tudással mit kezdett az a társadalom, ugye? Mert ma már látjuk, hogy lassan már elérünk oda, amit ők az ókorban már megmutattak az egyiptomiaknak, hogy szerintem mi volt a céljuk ezzel annak idején? Ezek tanító célból érkeztek ide, tanítani, segíteni az életet. Hát rengeteg új gabonát adtak nekünk, ugye Dél-Amerikában istenként tisztelték őket, akik idatták nekünk a kukoricát, gyümölcsöket nemesítettek. Akkor az egyiptomi mitológiában ilyen ős orvosok mondtak el gyógyítási eljárásokat, hogy milyen ásványok, milyen kristályok, milyen növények, mit gyógyítanak. Tehát rengeteget tanultunk tőlük, és hát ők használták a saját technológiájukat, amit egy ilyen lézerfűrészt vagy lézervágók és sose adtak a mi kezünkbe, de építettek nekünk például piramisokat, amelyeknek a belsejébe gyógyítani lehetett, tehát ezek az életenergia mértékét hihetetlen nagy mértékben feljavítják, tehát oda betett beteg emberek gyógyulnak, növények nagy hidegbe is csíráznak, elektromos energiát termelnek ezek a helyek. Tehát ez egy nem véletlen, hogy olyan sok munkát fetszöltek bele ezekbe a piramisokba, mert ezeknek különleges fizikai tulajdonságuk van, éter energia lencsének lehetne, gyűjtőnek lehetne őket nevezni. Van a Kis Zoltán nevű paksi mérnök ismerősöm, ő nagyon sok érdekes, értelmes kísérletet csinál ebbe a témába. Ez olyan, hogy egy-két éves munkával bárki amatőr jelentős eredményeket érhetne el ezen a területen, ha elkezdenék kutatni. Az étert is el kéne magyaráznod a kezdő VNTV nézőknek, mert hogy erről nem igen tudtam. Az éter a körülöttünk akasának nevezték az indiaiak. A körülöttünk levő térben rezgő, az egész univerzumot átitató energia, aminek a sűrűsége rendkívül nagy, üggyel baja, viszont ez megcsapolható. Az egyik barátom, a Szamosközi János, ő épített olyan berendezéseket, különböző fémek közé rakott félvezetőkkel, amelyek állandóan megcsapolják ezt az éternek a rezgő, zizegő energiáját, és ebből elektromos energiát lehet kinyerni. Az orgon energiát? Nem is hívják? Nevezhetjük akár orgonnak, ez egy elektromágneses rezgés, de nem ilyen Maxwell eloszlás ennek a spektruma, mint amit úgy tankönyvekben ismerünk, hanem egy 1/köbös, tehát a
nagyobb frekvenciáknál sokkal erősebb az intenzitása ennek az energiának. Nagyon érdekes fura tulajdonságai vannak, és ezek még benne vannak a fizikai folyóiratokban. Néha még különösen a 70-es, 80-as években sokat lehetett publikálni, aztán most ezt elvágták, mivel abban a pillanatban, amikor elkezdtek írni a szerzők, hogy megcsapolható energia van, azonnal befejeződött a publikációs lehetőség, de ennél többet ér a dolog, mert az éter megrezgetésével például a tárgyaknak a tehetetlensége megváltoztatható, és onnantól kezdve lehet olyan járműveket készíteni, amelyek így cikkáznak össze-vissza, hiszen ha elveszted a tehetetlenségét, akkor egy elefántot így odébb lehet pöccinteni. Nem probléma. Egyébként meg hát hiába fricskázod. Gyakran láttunk olyan UFO filmeket, amikor ilyen amit repülőgépekről, hadigépekről, hogy ilyen cikázva közlekednek, tehát, hogy semmi nem néz ki arra, hogy a nehézségi erővel, vagy bármivel küzdenék. A tehetetlenség, a tehetetlen tömegüket, de a gravitáló tömegüket is elvesztik, és onnantól kezdve bátran lehet össze-vissza elképesztő sebességekkel, gyorsulásokkal menni. Elég sokszor mondják azt, hogy ezek az UFO technikák, most már úgy az oroszok, mint az amerikaiak, ezek kitanulták, és az ő általuk készített műtárgyakról beszélünk, amit viszont ugye nem lehet nyilvánosságra hozni. Mennyire hiszel te ebbe? Nem tartom kizártnak, mert az Egyesült Államok akkor kezdte ezeket a dolgokat, a Pentagon, az UFO aktákat akkor kezdte nyitogatni, amikor megneszelték, hogy a kínaiak is foglalkoznak vele, és megjelent pár szabadalom, egyszer itt be is mutattuk egy ilyen régebbi adásba, amikor ugye azt is bemutattuk, hogy az egyik ismerős fogorvosom hozott olyan képeket, hogy szondákat talált embereknek a foga fölött, és hát nem lehet tudni, hogy kik rakták oda azokat a jeladókat, és miért. Hát azért figyelnek minket. Mm-hmm. És abban beszélgettünk azokról az amerikai haditengerészet által megkért és csodálatos módon megadott szabadalmakat, ahol ők bizonyítják az elsőbségüket. Ezek a szabadalmak persze nem annyira részletesek, hogy a know-how-t is mellékelték volna, tehát hogyha Józsi vagy Pista szeretné otthon a garázsba megcsinálni ezeket a járműveket, az a szabadalom csak alapelveket tartalmaz, de nem részletes útmutatást. Nagyon érdekes kérdés, mert többször foglalkoztunk ezzel is, hogy az UFO jelenségek, amikor mi láttunk itt egy UFO-t fizikai szinten megjelenni, hogy azzal a tudással, amivel rendelkeznek, feltétlenül fontos-e a fizikai valójukban jelen lenni itt a mi valóságunkban, vagy akár az agyunkban megjelenő képekben manifestálódni. Hát ugye már láttunk már ilyen kísérleteket, indiai jogik ezt meg tudják csinálni, darabokra szétszedik magukat, majd összerakják, és mi úgy érzékeljük, mint ez egy valóság. Tehát egy Mária jelenség annak idején nem biztos, hogy úgy nézett ki, hogy Mária ott jött az úton, és észlelték, hanem egyszerűen az agyunkban valamilyen módon megjelenik. Egy hologramként megjelenik, és nem feltétlenül kell fizikai síkon itt lenniük. Így van, ez az egyik lehetőség, ahogy mi is az unokáink a Skype-on keresztül nézzük, és az internet az így földi viszonylatban eléggé gyors. Nekik torziós hullámok, tehát csavaró hullámok segítségével ők szondákon keresztül bármit meg tudnak nézni. Anno Sós Tibor összeszedett nagyon sok magyarországi megfigyelést, amikor XY tanyán azt vették észre, hogy éjjel lezárt ajtók, ablakok mellett megjelent egy fénylő gömb, oda ment mindenhez, és ez nem gömbvillám volt.
Oda ment mindenhez, megnézte, megszemlélte, oda ment az emberhez, végig szimatolta, aztán eltűnt. Mi a véleménye neked az időutazás aspektusa az ilyen földön kívüli kapcsolódásokkal? Az időutazás bármennyire is furcsa, egy nem jól ismert természeti jelenség, a természetbe is előfordul, ezeket időviharoknak nevezik. Tényleg, hát nem túl sok, de jó pár tucat megfigyelés van arra, hogy ez úgy néz ki, hogy valaki, mit tudom én, baráti körbe ül, beszélgetnek egyszer csak az egyikükhöz, oda megy valamilyen fekete színű örvény, és az illető egyre elhalványodik, és a barátok előtt egyszer csak eltűnik. És jó esetben megjelenik máskor, máshol. A legnagyobb idődilatációra példa az körülbelül ilyen 140 év. Tehát egy illető 140 évvel ezelőtt lement cigiért, soha többé senki nem látta, majd a 80-as években New York utcáin egyszer csak elütöttek egy embert, akiről mint később kiderült, azonos azzal, aki 140 évvel ezelőtt lement az utcára, és fekszik. Akkor mi a helyzet a mi fizikai valóságunkkal, mert igazából mi is csak egy hologramok vagyunk ebből a elfogásból. Én azt gondolom, hogy nem jól ismerjük a fizikát, a térről és az időről alkotott fogalmaink tévesek, és pont ezért lehet ilyen időutazást megtenni a múltba is, meg a jövőre is. Nem biztos, hogy ez nekünk jó lenne, nem biztos, hogy szeretnénk előre, hátra menni. Igaz, hogy akkor visszamehetnénk Mohácsra egy géppuskával, de lehet, hogy a törököknek is van időgépe, és onnantól kezdve a teljes káosz uralkodna. Lehet, hogy ez így jobb. Neten terjednek teljesen ellenőrizhetetlen történetek, hogy na, időutazó eljött ide, és ezt meg azt mondta, nem tudjuk ellenőrizni. De az biztos, hogy az elménk tud előre-hátra utazni időben. Több olyan esetleírást kaptam, amikor anyuka sétáltatta a kisgyereket, és akkor a normál esetben tolta volna át a babakocsit az utcán, egyszer csak megdermett, és valami beugrott neki, hogy ez most nem jó, és amikor ott állt dermedten, akkor egyszer csak jött egy nagy teherautó, eldöngetett ott, ahol normál esetben tolta volna a babakocsit. Ilyen esetet én magam a olvasói levéllel többet is olvastam. Ilyen érzések vannak. De az ESP-t is tőle tanultuk meg, nem? Hogy extraszenzoris percepció, tehát hogy igen. Előre játsz egy kicsit a dologba, és ez a belső béna, a belső angyalod, ez tud ilyet csinálni. Igen. Tehát, és ha nincs ott az idő, hogy te elmenjél, akkor igenis ezek a mozzanatok, ezek működnek. Tehát azt gondolom, hogy fejlett más civilizációk tudnak bánni ezekkel, és nem arra használták föl ezeket a módszereket, a találmányokat, hogy egymást kinyírják, mert akkor nem lennének itt. Mindig ide visszatérünk. Ugye szerintem az egyet fejlődésbe ezt a sötét korszakot nekik is át kellett élniük, de ők valahogy meg tudták ezt oldani, mert mi most olyan szinten állunk, hogyha ezt nem tudjuk most megoldani, akkor az egész emberiség, legalábbis a mostani civilizációnk, ez ki fog pusztulni. Tehát, hogy ez a sok hazugság, ez fölemészti az erőinket, az anyagi javainkat, mindenféle pozitív dolgunkat. Ugye itt mennének a Marsra, mindenhol mennének, közben itt kéne megoldani a problémáinkat, ami van. De az
üzenet számunkra, hogy hagytak itt épületeket, perui civilizáció is tele van olyan megalitikumokkal, tehát nagy kőfalakkal, amit ma nem tudnánk megcsinálni tökéletes illesztéssel, földrengés álló, tehát nem tégladarabokból, ami szétcsúszik, hanem úgy nagyon trükkösen kilogikázva, hogy azok mint egy puzzle így összeillenek, és amikor megrázza a földrengés, fölveszi ezt a lökést. Tehát hagytak itt épületeket, maradtak itt csontvázak, ilyen hosszított koponyával, és a gabonakörökkel minden évben üzennek. Korai civilizációk emlékei, igen. Tehát, hogy ezt már egy párszor megpróbálták ezt a szisztémát végigcsinálni, csak mindig valamiért nem tudtak átmenni ezen a vizsgán, amiben most itt állunk előtte. És olyan agyament őrültek, jutottak mindig valahogy a kormánybothoz, úgy alakították a saját őrültségükhez az adott jámbor társadalmat, ami nem ütötte meg ezt a civilizációs normát. Állandóan háborúzni, rabolni, pusztítani. Ez megy, és amíg ez megy, mindig csak üzennek nekünk, hogy fiúk, értelmes emberek, gondolkodjatok már el, mert nézzetek, itt van a mi pecsétünk. És ez nem egy természeti jelenség, ilyen a természetben nincs, mert szimmetriák vannak benne, a biológiai tulajdonságok mások. Ha onnan kiszedsz egy gabonamagvat, az kétszer olyan gyorsan fog nőni, mint a kezeletlen. De nem is a gabonamag, el is tűnik ez a másik fele. Az előző adásban beszéltünk a rendezettség és az immunrendszer összefüggésével kapcsolatos. Igen, most ezekre a gabonakörökben mindenféleképpen a rendezettség, a szimetria, a logikus, a matematika jellemző, ugye, ami a világon, az univerzumban nyelv, a matematika nyelve, igaz? A logikának. A logikának, és így van. Tehát ebből látom, hogy ők ugyanezt a nyelvet beszélik, tehát nem a káosz nyelvét nyomják ki, de, hanem... Az értelem nyelve a szimmetria. Ez így van, és ugye látjuk, hogy az emberi testen belül, és amikor emotofotóról beszélünk mindig, tehát azok a képek szépek a számunkra, ami a rendezettségre épülnek. Tehát ugye a káoszt veszük alapul, abból mindig utána lehet volna rendezettség, de pontosan amikor egy sejt osztódik, akkor először a káosznak kell, és ezt éljük most, hogy utána újból rendezettség alakuljon ki. Csak ezt a kis káoszt, ezt túl kell élni. Tehát, hogy... Nyitott agyú, csillogó szemű nézőknek üzenjük, hogy tudnak rólunk, és próbálnak segíteni, és próbálják ezt a tudatosságunkat, a felemelkedést segíteni nagyon távolról, nagyon régóta. Ezek nagyon magas rezgésszintű képek egyébként. Ez a yin-yang nekem egy kicsit azért elgondolkodtam, meg utána lesz majd egy Dávid csillag is beleégetve a földbe, de ugye az egy ősi, az tűz, ősi tűz és víz szimbóluma, hogy ezt most erre használják, az egy dolog, de ez sokkal ősibb, mint maga az a vallás, ami magáévá tette ezt a szimbólumot egyébként. Na, és mondom, érdekes, hogy hóban is előfordulnak ezek a jelek, de nyilvánvalóan gabonában a legegyszerűbb, de rizsföldeken is van ilyen. Mi az üzenete, Gyuri, ebben az adásban? A legfontosabb az, hogy számon tartanak minket, és lehetne sokkal jobb a jövőnk. Nem azt mondom, hogy lehet más a politika, mert ők elárulták ezt a dolgot, de lehetne sokkal szebb a jövőnk. Igen, ugye azt a alapszerződést kéne felülbírálni, ami sose köttetett meg, ugye, mert hogy sose mondtuk azt az államnak, hogy akkor most átadom neked bizonyos jogaimat, ezért cserébe te megvédelsz, ezt csinálod, azt csinálod, mert ők gyakorolják ezt a jogod annélkül, hogy én számon tudnám kérni rajta, és alapvetően ez a probléma, hogy
Sokat beszélünk itt a Szent Korona rendről, ami arról szól, hogy senkinek nem a tulajdont, minden visszavonható, minden csak addig, amíg élvezzük és dolgozunk és teszünk érte. Ezzel szemben kiprivatizálták az életünket, és azt csinálnak velünk, amit akarnak, és amíg föl nem állunk, addig sajnálatos módon ez lesz, de nem úgy fölállni, hogy most nekiállni háborúzni, ez volt, és ez sose sikerült, igaz? Azt mondani, oké, én egy Isten adta lény vagyok, Isten ember vagyok, nem teszem meg azt, amit te kérsz tőlem, pont. A gonoszságnak az egyik nagyon biztos jele, hogy elveti a viszály magjait, árkokat ás, összeugrasztja az embereket, úgymond jobboldali, baloldali, te román vagy, én magyar vagyok. Cigány, zsidó, magyar. Így van, hú, ezt élvezik, ezzel lehet megosztani. Hozd meg is, uralkodj. Ez a biztos jele a sátáni gondolkodásnak. Uh-huh. És hogyha még egy kis a sátán az nem egy létező ember, a sátán az itt van bennünk, és amíg sátán módjára viselkedünk, addig el tudjuk képzelni a sátán, de itt van a másik fele, tehát hogy ez nem egy síralomvölgye, hanem igenis tudjuk a mennyei királyságot itt a földre létrehozni. És minden vallásnak, minden hagyománynak ez volt az alapja, hogy itt a földre létrehozni a mennyei királyságot. Tehát ez a két tengely van, az egyik a földi élet és civilizáció, valamint a földön kívüli, valamint a lelkekben és a túlvilág pokol viszonylatában az egy másik koordinátarendszer, ahol megint más a valóság, mint amit nekünk a tankönyvekben elmondanak. De előbb volt még egy gondolatom, csak nem akartam megszakítani, hogy ugye az internetről bármit tudnak törölni, de melyek azok az újságok, amit érdemes lenne begyűjteni még a mai gondolkodóknak is a 70-es, 80-as évekből, ahol még azok a szamizdat írások megjelentek, amire te most többször itt hivatkozol. Élet és irodalom, gondolom, nem? Élet és tudomány, ezer mester. Magyarul semmi, magyar nyelven semmi. Azok mind cenzúrázottak voltak durván, annyira, hogy nem is hallottam azt a kifejezést, hogy UFO mindaddig, amíg Indiába egy indiai sráccal útközben beszélgettünk a világ dolgairól, és ő említette nekem ezeket 1973-ban. Uh-huh. És csak csodálkoztam ezen. Én rengeteg Asimovot olvastam Galaktikába, és tényleg ez a szó, hogy UFO, ez nem jelent meg soha. Nem. Most, hogy mondod. Hogy mondta, csillogó szemű VNTV nézők, ugye Tamasi Józsi barátom gondoltál idézni, hogy a gondolkodás életet ment, és hogyha ebből egy pár dolog nektek egy kicsit gondolkodásra készített benneteket a három adásunkból, akkor elértük a célunkat is. Ennyi volt a cél. Ennyi volt a cél, ja. Lássatok túl egy kicsit a paravánon, ahol a kicsi ember a nagy hangszórójával üvöltözik, de ő ilyen picike, és mi teszik őt nagyjá az életünkben. Ezt kell látni. Gyuri, nagyon köszönöm neked ezt a trilógiát, tehát jó sokat dumáltunk, reméljük hasznos volt a nézőknek is. Hamarosan elvárlak, és hogyha bármelyik bátor néző eljut odáig, hogy egy élő vízmotornak a prototípusát meg akarja Gyuri barátom, illetve a csapatával valósítani, akkor őt bárhol megtaláljátok. Beírjátok, hogy egeli.hu, vagy hogy találnak? Nem, hát sok egeli van, igaz? Nem. Egyedül vagyok. Egyedül vagyok. Y-nal. Sokáig legyél nekünk még. Köszönöm, hogy itt voltál. Viszontlátásra. VNTV-t láttatok.